Bűnügyi helyszínné változott Brazília fővárosa, miután kormányellenes tüntetők rohamozták meg a kormányzati negyed épületeit vasárnap. A nyomozók napokig bizonyítékok után kutattak, többek között a képen látható alkotmánybíróság épületében is. Több nyomozás is folyik, hogy kiderüljön, kik felelősek az országot megrázó történtekért. Az események sok brazilt mélységesen felháborította. Igazi vandalizmus, őrület volt, ami itt történt. Nekem a 2018-as választási eredmény nem tetszett, mégsem mentem az utcára rombolni, mondta ez a nő. A zavargás résztvevőinek nagy része az előző elnök Jair Bolsonaro híve lehetett. A jobboldali politikus sokáig nem volt hajlandó elismerni az elnök választás végeredményét, így támogatói sem fogadták el, hogy a baloldali Lula győzött. Vannak olyan brazilok, akik a vasárnapi eseményekkel kapcsolatban is szkeptikusak. Lula korábbi kormány alatt a hajléktalanok és őslakosok ugyanilyen dolgokat csináltak. Összetörtek mindent a tüntetéseiken. Őket miért nem nevezték terroristáknak? Ráadásul akkor senkit sem zártak börtönbe, nem is nyomoztak ellenük, mondta ez a nő. A rendőrök eddig 1500 embert vettek őrizetbe. A hatóságoknak 5 nap áll rendelkezésre, hogy vádat emeljenek ellenük. Lula támogatói úgy gondolják, hogy a zavargás résztvevői káoszt akartak kelteni, és egy katonai beavatkozást szerettek volna elérni. Emiatt a demokrácia ellenségének tartják őket. A történteket José Eduardo Cardoso, Brazília volt igazságügyi minisztere is elítélte. A demokrácia mindent tolerál, kivéve azt, ha ki akarják hirtani. Ha nem lépünk fel határozottan a demokrácia ellenségei ellen, akkor elveszítjük a demokráciát. A felelősöket börtönbe kell zárni. Akiket politikai felelősség terhel, el kell veszíteniük a mandátumukat. Civil szemmel nézve nekik is vállalni kell a felelősséget a rendszerünkben bekövetkezett károkért, mondta Cardoso. A brazil hatóságoknak egy ideig biztos el fog tartani, amíg teljesen rekonstruálják a vasárnap történteket. Előfordulhat azonban, hogy erre nem lesz idejük, mert már több kormányellenes tüntetést is meghirdettek a következő napokra.